Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Én Metszadina vagyok. Ez a Szót kérek online magazin maga mit művelik podcastja, amiben szórakoztató, érvényes és sokakat érdeklő témákról beszélgetünk különleges interjúalanyokkal az Epe Rádió stúdiójában. A podcast működését a Podcast Pioneers a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja. Hiráldó Sebastián, a Félix Kitchen bár Bar Assistant Head szomeliéje, októberben megnyerte a Magyar Szomelié Klub és a Magyar Szomelié Szövetség versenyét is. Így elnyert a Magyarország Szomelié Bajnoka 22. címet, és az év szomeliéje címet is. Ugye ez most ez két verseny volt. Mesélnél erről egy kicsit, hogy ez hogy alakult? Szóval igen, Magyarországon, annak ellenére, hogy egy kicsi ország vagyunk, kettő különböző magyar szomeliai szövetség van, a Magyar Szomóliá Klubnak a versenye, aki megnyeri a Magyar Szomóliá Klub által szervezett verseny, akkor az Év címet kapja, és aki megnyeri a Magyar Szomóliá Szövetség verseny, ami egy különböző szövetség, akkor megnyeri a Magyar Szomóliá Bajnok címet, és szerencsére én idén mindkettőt nyertem, úgyhogy mindkettő jár nekem most idén. Uh, azért... Picit meséljünk arról, hogy te hogy kerültem Magyarországra. Szóval a nevem alapján nem nagyon, nem nagyon tűnik fel, de magyar is vagyok. Édesanyám magyar, Gyulán született, és egy kis falu megye hidon nőtt fel a Vas, Vas megyébe. Édesapám pedig a Karib-tenger mellőli, Kolumbia, ugye Kolumbiai édesapám, egy kis ültetvényes faluba, minkába született. Szóval nem lehetne még különbözőbb két, két helyről, két két ember, és azért vagyok kolumbiai-magyar, mert apukám kapott egy ösztöndíjat a 70-es években, hogy ide jöjjön tanulni, és a borászati egyetemen, mindkettő borászok a Szent István Egyetemen tanultak, és apukám, mint egy igazi latin lover, a legszebb magyar hölgyet szedte fel magának, ami egyértelműen édesanyám és ez lett, ez lett belőle. Én lettem belőle, illetve a bátyám. És ők még borászkodnak egyébként? Bonyolult a válasz. Rövid bá válasz. Apukam igen, anyukam nem, de nem borászkodnak, mert nálunk Kolumbiába ők kint laknak Kolumbiában. Nálunk nincsenek bortermelés, mert trópusi hajlat van, az jelenti, hogy nincsenek évszakok, és a szőlőnek nagyon is kell a tél, a nyár, stb., úgyhogy borkereskedelemmel foglalkoztak mindketten, édesanyám most már nem, de édesapám igen, még mindig. és akkor te azért Magyarországra, hogy a, te is a borokkal foglalkozzál, de ugye ez itt négy évszak van nálunk, tehát itt sokkal színesebb a paletta. Így van. Szóval az első kérdésnek a válasz az, hogy miért Magyarországon vagyok? Azért, mert gimi után ide jöttem, tanulni, szakácskodás, mert vendéglátás, az az első szakmám, és nagyon-nagyon szeretem Budapestet, szerintem ez egy remek város, nagyon szeretem a, a az életstílust, a hangulatát, a, ahogy kinéz, tényleg azt érzem, hogy ez világ egyik legjobb városa, úgyhogy um, nagyon szeretem itt lenni, és uh, Gimi után ugye ide jöttem négy évre, aztán visszamentem Kolumbiába, ahol megismertem Kolumbia legszebb nőjével, ami egyértelműen a feleségem, és sikerül rá, rábeszélnem őt, hogy uh, kísérjen el uh, engem, illetve hogy csináljunk egy új életet itt Magyarországon, és annyira bátor, hogy az mondta, hogy igen. És uh, négy éve itt vagyunk újra, úgyhogy én összesen nyolc éve lakom itt Magyarországon. És uh, azért jöttem újra Magyarországra, mert uh, a szakácskodásból uh, um, inkább bor lett a, a, a szerelmem, már mint a, a szakmai szerelmem, úgyhogy gondoltam, hogy Magyarországon sokkal jobban fogom uh, tudni érvényesülni, úgymond. Sokkal többet fog tanulni magyar, eh, borokról, nem csak magyar borokról, amiről nem tudtam szinte semmit, mielőtt ide költöztem újra, illetve. Eh, tudtam, hogy így sokkal több nemzetközi borral is fogom tudni, meg egy, egy borászatokat is fogom tudni látogatni, úgyhogy minden szempontból Magyarország volt nekem most a, most a legjobb választás. Tehát, hogyha jól értem, akkor alapjáraton szakácsnak igen? készültél, és akkor utána igen. Fejlődött ebből ki a borok iránti, vagy utána adódott ebből a borok iránti szeretet. Így van, így van, az úgy van, mert ugye, ahogy, ahogy meséltem, Szüleim borászok, és mindig volt bor nálunk otthon, mindig a bor volt a főszerep, és én gyerekként azt gondoltam, hogy mindenhol úgy van, hogy mindenhol a szüleik boroznak meg, hogy tudnak borról, meg hogy mindig van bor, aztán kiderül, hogy nem, és nekem vonzott ugyan a bor, érdekesnek találtam, de nem akartam csinálni ugyanazt, mint a szüleim, mert ugye tin egy gyerek, nem akarjuk ugyanazt csinálni, de mindig az ízek, a textúrák, a, 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 az alapanyagnak az eredete, a minőségi, az, hogy egy, egy, egy jó minőségi alapanyagból hogy lehet egy világszínvonalú ételt csinálni, az mindig érdekelt. Úgyhogy én nagyon-nagyon szerettem főzni, meg nagyon szerettem a, a, a szakmát, a szakács szakmát, meg tényleg azt éreztem, hogy jó is vagyok benne. Egészen addig, amíg nem kezdtem járni apukám borkostolóira, és teljesen beleszerettem a borba, mert apukám az igazi, az első nagy mesterem az életemben, mármint bormester. Ő, ő tanultam rengeteget, ő volt az első, akitől nem hittem el, hogy annyi olyan sokat tud a borról, meg hogy, és én is olyat, olyan akartam lenni, meg olyat, én is azt akartam, úgy akartam mesélni a borról, eh, ahogy ő, hogy, ahogy ő beszél egy borról, mindenki csak hallgat, bámul is, és, és, és oda, 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 képzeli magát, hogy ott van, mit tudom én, Toszkánába, és hogy tényleg, és hogy a Szangyóvesz, szóval tényleg egy, 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 egy igazi, igazi élmény adó a borász, borszakértő apukám, úgyhogy ő volt az első nagy inspirációm és uh, ahogy észrevettem, hogy ez, ez a bor tényleg fantasztikus, akkor lassan-lassan uh, kezdtem kifele menni a konyhából, úgymond, is befele a, a, inkább az étterem szerviz, uh, illetve bor, bor uh, szakmába, Úgy, hogy ez Tehát, ugye... ha valakinek ekkora rutinja van mind a kettő területen, akkor adódik a kérdés, hogy akkor miért nem nyitott el éttermet? Mert uh, bármilyen meglepően hangszik, nem szeretem az éttermi életmódot, dolgoztam ugye szakácsként, meg szomélyéként, most is dolgozom szomélyéként egy étterembe, de az étterem életmód szerintem nem annyira életbarát, már mint ha, ha szeretett élni, meg hogy barátokat találkozni, meg jó kipiheni magad, meg stb., akkor lehet, hogy nem a, nem a legjobb választás. Sokáig gondolkoztunk, mert ugye bátyám zenész, Úgyhogy megvan az egész kombo. Ugye én főzök, a szüleim csinálnak a bort, a bá bátyám csinálja a zenét, remek hangulatot, az megvolt. ez megvolt. Ez, ez, ez mindig volt a családunkban egy ilyen álom, hogy valamikor lesz. Um, és amúgy meg is volt a nevem a, mindig a fejemben, hogyha lesz éttermem, akkor uh, úgy, úgy ad lesz a nevem, mint édesanyám Éva, hm. valami olyasmi lesz. Um, de végül nyugodt fejjel végig gondolva az ember sajnos egy, egy, egy kisebb rabszolgává válik, ha a saját étterme, főleg hogy a kicsi az étterem, mert akkor neked mindent kell csinálni. Ha nagyobb az étterem, és van rá pénzed, akkor tudod alkalmazott, stb. Lesz szabadnapod, <laughs> meg minden. De ha ki, kicsibe akarod csinálni, csak akkor leszel sikeres, ha tényleg az egész életed egy pár évig rászánod, és annyira nem gondoltam végig. És az a másik ok, hogy nekem az igazi szerelmem a tanítás. Nekem a, a, a tanításba találtam azt, amibe amivel akarok foglalkozni, mert azt érzem, hogy át tudom adni a. Azt, azt, amit akarom átadni, lehet egy vendég egy étterembe, vagy egy hallgató, vagy egy diák. De én szerintem a ügyes vagyok abban, hogy egy nehéz, bonyolult dolog úgy tudom úgymond előre rágni, hogy nagyon könnyen emészkedően legyen, vagy nagyon könnyen lehet megérteni meg a különbségeket. Úgyhogy Abba is dolgoztam uh, sokáig, Kolumbiában, tanítottam borokról, illetve főzni, majdnem 5 évig, és um, imádtam, imádtam. És úgyhogy inkább abba képzelem magam valamilyen fajta tréning, vagy tanár, vagy uh, uh, mint hogy éttermi, életmódot. És ebben az étterem nem tud téged segíteni, ahol most dolgozol? Na, hát nagyon is, szóval nekem kell az éttermi tapasztalat, meg, meg akarom az éttermi tapasztalatot, mert az egyik élet életcélom az, hogy master sommelier legyek, és ahhoz, hogy master sommelier legyek, ugye ez egy nagyon bonyolult vizsga, amiben van három rész, van egy elméleti rész, egy vakkostoló rész, meg egy gyakorlati rész, és ahhoz, hogy igazán tudjál jól teljesíteni em, ezekben, mint például egy, egy versenyen, vagy egy, egy, magas színvonalú borvizsgán, akkor csak akkor leszel, em, akkor fogod tudni átadni hihetően, egy, egy hihető szerviz, ha tényleg csináltál eh, szerviz minden áldott nap évekig, úgyhogy Amúgy szeretem a szerviszt, az a, az, az, az egyediségem, hogy szeretem a szervizt, szeretem e, igen, ami nem szeretem az a, a az igen, amit mondtam, életmód, hajnalig, stb. 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 De e, kell, a, vagyis úgy, úgy gondolom, hogy nekem a szakmai fejlődésemhez kell a, a, a szerviz, úgymond tapasztalat, de azt is tudom, hogy nem szeretném 60 évesen még a pályán lenni, hogyha úgy de Igen, úgy. de ha jól értem, akkor most a, a te tapasztalatodat, meg információidat akkor a vendégeknek tudod átadni most. Így van. Úgy, 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 úgy veszem ezt, igen. Most még egy előre, de uh -huh. keresed azokat a kereteket, ahol majd nyilván hallgatóknak, akik szintén szomlélyek szeretnének lenni, azoknak is át tudod ezeket az ismereteket. Így van. Ezt, ezt hova szeret, tehát hol gondolnád ezt? egyetemen vagy vagy valamelyik másfajta utatási formában? Vagy mi az elképzelése? Akár én uh, szívem szerint, hogyha... Uh, minden, amit gondolok, valóra tudna válni, és, és tökéletesen menne minden, akkor én úgy képzelem magam, hogy világszerte járni különböző egyetemekre, boriskolákra, versenyekre, és ott tanítani, ilyen mesterkurzus szerűen, de még itt Budapesten remélem még sokáig egy, 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 egyetemnél, vagy egy boriskolába, vagy esetleg majd nyitni egy, az is a tervem közül van, de hogy valami nyitni, valamilyen bor, bár, szerű helysz, ahova be lehet menni borkostolokra, kisebb kurzusokra, úgyhogy igen, ilyeneken ilyenek jár a, jár a fel. Hogy áll ma Magyarországon a szemelie képzés egyébként? Hát kevesen vagyunk, akik sajnos érdeklődünk a bor, bor iránt. A, abból is lehet látni, hogy hányan jelentkeztünk például a, a legjobb, vagy az év éri, illetve a magyar szomeli bajnoki versenyen. Kevesen, hatan, hatan mind, mindkét. Összesen hatan. Összesen hatan. Tehát, ők, gyakorlatilag ugyanazok indultak az egyiken, meg a Nem, másikban. nem, mások voltunk há hárman, akik ugyan, ugyan mind a két versenyen de részt vettünk. Ugye én még két kollégám, és más-más három ember. De annál azért többen vagyunk szomolyérek Magyarországon, szóval nem, nem hatan vagyunk, hanem mondjuk negyvenen, vagy nem tudom. Szóval Válaszolva annyira nem állunk jól, mint mondjuk Ausztria, vagy Anglia, akik a, vagy akár Lengyelországban, vagy ők komolyabban veszik a szomorészak. Már nem tudom, hogy ez miért van. Szeretném nem azt hinni, hogy azért mert azért nincs sok igény, mert mert nincs igény sommelierre, nem szeretném azt hinni, szerintem a mostanában, az utolsó 5-10 évben, Budapesten főleg, a jó, magas minőségű ételmekben a szomélia ez egy, ez egy igény, most már kell, kellünk, hiszen nagyon sokat adunk a vendég élménynek, nagyon sokat tudunk pluszt adni, ami, ami hogyha tényleg ért hozzá valaki, és tényleg tud olyat ajánlani, amit a vendég kedvel, az, az mindig egy plusz. Úgyhogy remélem, hogy javul a helyzet. Azért nem, nem annyira szörnyű a helyzet. Vannak, vannak jó boriskolák, bó van kettő nagyobb boriskola, ahol lehet tanulni, van egy, vannak remek szakemberek, van egy master sommelier Magyarországon, van rengeteg eh, WCT-diploma, szóval azért vannak nagyon komoly szakemberek itt Magyarországon, tényleg, eh, csak valahogyan össze, kell, össze kellene szednünk, vagyis egy, egy csapatba csinálni, együtt nyomni felfele, fel, sokkal könnyebb, mint hogy külön-külön oldalra én is, meg a másik kis csoport. Az, hogy értsük a dolgot, tehát egy borász és egy szemelé között mi a különbség? Mert szóval Mind a borász... tudnak nagyon sokat a borról. borról. Így van, így van. A borász inkább sokkal jobban tud a, a készítésről, sőt, ő készíti a bort, ő az, aki készíti a bort, lehet, hogy annyira nem tudja, hogy világszerte milyen fajta borok vannak, milyen szőlőfajtak, milyen stílusba, mint egy szomelé. Mert a szomelé ugyan nem tud készíteni, szóval tud elméletileg tud bort készíteni, de hogyha raksz egy tonna szőlőt, akkor lehet, hogy nem lesz olyan finom bor, mint, aki, mint ami a borász csinál. De mi nem vagyunk uh, konkurencia egymásnak, hanem másik, ugya, ugyanazon a létrán vagyunk, csak másik fokon. A borász nélkülözhetetlen, nélküle nincs bor, nélküle nincs sommelier. A sommelier azért kell a borásznak, hogy át tudja adni azt, amit ő szeretne átadni a vendégnek, hiszen ő nem tud lenni az étterembe. Egy borász nem tud lenni a pincébe, meg az étterembe is. Úgyhogy az étteremben van egy sommelier, aki érti a borokhoz, utána jár, tanulja az adott boráznak a filozófiát, a stílusát megírti a bort, úgymond, akkor is, hogyha nem ízlik neki, de megírti a koncepciót, és át tudja adni, vagy meg tudja keresni azt a vendégkört, akinek a legjobban, e, akihez a legjobban e, passzol. Úgyhogy azért kellünk mi, hogy a meg, megfelelő ételhez, megfelelő emberekhez, megfelelő közönséghez e, adjuk azt a bor, az ő borát, e, és akkor ezáltal hatalmas nagy élmény. Igen, csak hát a vendéggel, amikor kontaktálsz, ez egy nagyon rövid idő. Tehát Így neked van. az alatt a rövid idő alatt kell kvázi feltérképezned az ő személyiségét, hogy hozzá tudja ajánlani, mert ugye nem csak az étel, akkor ezek szerint az érdekes, tehát nem csak ahhoz adjátok a bort, hanem a vendéghez is. Így van. Mi egy kicsit ilyen enyhén Alapszintű pszichológus is vagyunk, mert nagyon gyorsba, három mondatba meg kell érteni, hogy körülbelül mit akar, mit teszik, ugye, vagy mi, a, mi, mi az alkalom, ez egy, ez egy üzleti, vagy ez egy, mit tudom én, évforduló, stb. És ahhoz illően, de nagyon gyorsan kell edde, ezt dönteni, és ugye ahhoz is tudnod kell, hogy milyen borokkal foglalkozol, milyen boraid vannak, milyenek az ételek és már körülbelül tudod, hogy milyen ételhez, milyen bor passzol, de hogyha ő például rendelt egy steaket és fehér bort akar mellé, ami szokott lenni, hogy van, hogy nem, hogy nem akarják ma vörös bort inni, ugye ez egy egyértelműen vörös boros étel, de akkor valami jót kell ki, kitalálnod, amit valahogyan passzol. Ugye nem lesz százalék, ahogy te szeretnél elméletileg, de hogy, hogyha ő neki nagyon jól esik egy testesebb egy picit idősebb fehér bor egy steak mellé, akár remek, remek ételpárosítás lehet. De akkor abban a pillanatban döntened kell, hogyha fehéret akar, akkor nem adok neki írsait, nem adok neki édesbort, nem adok neki egy nagyon könnyű illatos, hanem inkább ellenkezően lehet, hogy hordóban érlelt, vagy lehet, hogy egy picit idősebb, lehet, hogy más textúrájú bor, hogy majd a húshoz, vagy esetleg a körethez, és akkor így lehet úgy lehet ezt a rengeteg el elméleti tudást, ami, ami egy szoméli fejébe van, hogy az összes bortermő országnak az alborvidekéig, meg a szőlőfajtait, akkor lehet igazán használni, ha érted, hogyha Olaszországban, mit tudom én, Észak-Olaszországban csinálják egy, egy olyan fehér ami pont jól passzol hozzá, akkor van sztorid mellette, e e tudsz újat mutatni, és um, attól szerintem a vendég is nagyon hálás, hogy tud olyat kóstolni, ami különben nem vette volna le a polcról, mert azt se tudja, hogy, 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 hogy micsoda, hogy jó lesz, vagy nem. De, hogyha meg tudja kóstolni egy, egy pohárral esetleg az egy akkor uh, lehet ízleni fog. Úgyhogy um, azért is kellünk például mi hogy a nemzetközi éttermekbe, például a magyarból berekerülhessen, bere mert a magyarból az pont olyan, hogy a szomeliérek nagyon szeretik, akik ismerik, akik kóstolták, mint például egy dán sommelier vagy egy kolumbiai sommelier vagy egy kínai sommelier, ha tudja, hogy a Tokaj, vagy a, vagy a Soproni kékfrankos, vagy a Badacsonyi kéknyelű fantasztikus, lehet, hogy az ottani ember sose venne le a polcról, de ha az étterembe egy olyan étel mellé kapja, egy olyan sztori mellé kapja, akkor valószínűleg ízleni fog, és valószínűleg magyar borvevő lesz. De ahhoz kell egy sommelier. Ahhoz kell valaki, aki megcsinálta a munkát előtte, hogy megtanulja ezeket, utána jár ezekre, és uh, úgy élményt tud adni a vendégnek. Úgyhogy azért is, azért is jó. Ha most így rangsorolni kéne ezeket a tudást, ezt a tudást, meg ezt az érzéket, akkor tehát melyik a legfontosabb? Tehát a, a, a lexikális tudás, amit tudtok a borról, vagy ez a pont az az érzékenység, hogy lássam a vendéget, tudjam, hogy mit szeretne, és ez egy nagyon rövid idő, ugye? Egy hmm. rövid interakció. Szerintem a sommelier, egy jó szomelje legfőképpen kedves és szerény, mert te lehetsz lexikális tudású, mindent tudsz, de hogyha nem olyan a hozzáállásod, és nem vagy egy olyan személyiség, vagy egy olyan ember, aki mellett, jó lenni, mert annyira beképzelt vagy, vagy azt hiszed, hogy akkor nem fogsz adni jó élményt. Akkor is, ha remek a bor, akkor is, ha fantasztikus passzol. Úgyhogy szerintem egy, egy nagyon fontos dolog az, hogy, hogy kedves és szerény. A másik fontos az, hogy értsd, hogy mit akarom vendég. Hogyha ő édesbort akar a, a szték mellét, akkor az kapja. Tehát nem lehet meggyőzni arról, hogy ne azt... Meg lehet próbálni, meg lehet adni egy száraz bor, ami éret van, és ugye sok ember azt hiszi, hogyha egy bor gyümölcsös, mint például egy írsai, mondjuk, vagy egy cserszegi, nagyon illatos, nagyon bocás, szőlőlés, akkor sokan azt hiszik, hogy ez egy édes bor. Ugye? És az édesség szint egy borban nem lehet illatba megalapítani. Csak ízbe, ugye? E, és ha ő azt mondja, hogy ő szereti az édes fehérbort, akkor lehet, hogy azt érti, hogy az illatos, illatos, éregyümölcsös, de nem feltétlenül cukros, maradék cukros bor. Úgyhogy, hogyha tudod ezeket, hogy vannak ilyenek, hogyha ezeket megérted, és odaadsz neki mondjuk egy cserszegit, vagy egy írsaid, vagy akármint, vagy egy muskotáj, száraz muskotáj, akkor lehet, hogy nagyon izleni fog, újat mutatsz neki, nem adsz neki édeset, szó szerint, de adsz neki olyat, amilyet elképzelte. Szóval azért is, azért is fontos tudnod, hogy milyen bor stílusok vannak, stb., és hogy hova tudod alkalmazni ezt a tudást, hogy hogyan, hogyan rakt össze a, a megfelelő borra, a megfelelő emberhez. Írtál cikkeket, és az egyikben az van, hogy a magyarok nagyon szeretik ezeket, pont ezeket az aromás illatos borokat. Uh -huh. Uh -huh. Te mit tapasztalsz egyébként, hogy a vörösben, meg a fehérbe mit szeretünk? Jó, nem lett ez csak így, tehát uh -huh. egy nagy általánosságban, melyikkel találkoztál a legtöbbször, milyen, ig milyen igénnyel, vagy ízléssel? Szerintem nem csak a borral, hanem például a kávéval, vagy a sörökkel. Úgy vagyunk mi emberek, én is úgy kezdtem, meg mindenki szerintem úgy kezdi, hogy ha kávézni, ha most elő előző életedben fogsz egy kávét inni, nem egy espresszot adok neked, vagy egy ristretto? hanem adok neked egy láttet, karamellel vagy valamellal, valami lágyabb, ami, ami nem annyira egyedi, nem annyira uh, hogy mondjam, igen, bonyolult ízvilág, hanem egy könnyen kedvelhető. És szerintem mindenki szereti a boccaszörpöt ugye gyerekként, és a felnőttnek való boccaszörp az az írsai Oliver, meg a cserszegű fűszeres. Mert a belegondolod, olyan illata van, mint egy szörp ilyen gyümölcsös, ismerős illata van, intenzív illata van, könnyen fedezhető illatok vannak, és ízbe pedig frissítő, lágy, puha, igen, könnyű uh, bor. Hogyha ez lesz az első fehér borot, amit kóstolsz, akkor lehet, hogy ízleni fog a bor, és lehet, hogy a következő alkalomba kérsz egy gyölt, ami lehet, hogy kevésbé illatos, de legyen olyan új frissítő, legyen ugyan, és akkor adunk neked egy rainairizinget, és akkor az ab, abba is van levendula, abba is van grapefruit, abba is van, de picit kevesebb. Hogyha már ezt is megszeretted, akkor adhatunk neked az igazi egyediségeket, ami szikár, igazán különleges, sok de az nem illatos, nem annyira eh, egyértelműen eh, best buy vagy egyértelműen szerethető mint például mondom, valami kék nyelőd vagy egy száraz furmintot, de közben egy szuperkomplex komplexis remek bor. És úgy lehet fölfele menni, úgymond a, a, a legkönnyebb, um, amiben nem kell sokat gondolkozni, hanem csak egy, 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 rögtön élményt kapsz, akkor is, ha nem egy mi élményt, vagy nem egy maradandó élményt, de, de egy jó élményt, és utána lehet szépen lassan um, más felé menni, átmenni a rózérab talán, vagy vörös, lájtos, gyümölcsös vörös, utána testes vörös, utána amikor ízreveszed, veszed, olyan borokat iszol, mint a nebiolló, vagy valami, ami magas tannin, magas sav, eh, szarvas illatú, rózsás, eh, és közben szikár, közben csanszáraz, és közben imádod, mert annyira komplex, mert annyira jól a az ételhez, és közben az, azt, azt találod, hogy most imádod a barollót, is 25 ezer forintot fizet egy palackért, 1500 helyet, mert hogy annyira megértetted a, a, lényeged a borba. De ahhoz kell egy belépő szint. És az írsa is, a cserszegi is, a király leánka és az egri csillag a belépőszint. szint. Nincs semmi rosszabb. Abszolút, nincs. hogy, hogy lenne rosszabb, ha az, az, az a szint, ami nélkül sok ember nem menne bele a borba. Én is, amikor a legelső bort, amit szerettem, az a Mills volt, Kolumbiában voltam, a Lifra és ez egy német, félédes, fél félszáraz eh, fehér, ami abszolút, most, a mostani szemek abszolút rövid, nincs sava, unalmas, de abban a pillanatban édeskés volt, könnyen iható, aromás, egy picit ilyen teás, eh, jászmin, tényleg nem volt sava, de az, de az, volt a jó benne, hogy nem, nem volt ilyen bántalan savas, úgyhogy az volt az első szint is, most már a fölött most már ez lett belőle. Úgyhogy kell, kell egy, ugyanúgy, mint a, mint a, mint a sörökben, nem egy igazi ipát kapsz elsőként az első söröt az életbe, ne legyen egy fekete sör. No. De hogyha most, ha általánosítani kell, akkor mi még magyarok, még az Ései tartunk, vagy azért most már úgy elrugaszkodtunk, és kezdünk szépen már úgy a, a nemesebb vagy komplexebb borok felé elmozdulni, amikor, amikor iszunk bort. De hogy látod ezt? Ugye nehéz um, nehéz olyat mondani, hogy hogy ez egész Magyarország, de az. De amit te tapasztal <coughs> tehát hogy 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 most már ezért kifinomultabban kérik a vendégeket. Vannak igen, van mindenből. Um, igen, ami nagyon népszerű Magyarországon, például a primitivo vörösbe. A primitivo ez egy dél-olaszország vörösbor, ami ugye nagyon meleg van puliába, nagyon-nagyon meleg, és amikor nagyon meleg van, a szőlő nagyon beérik, ugye nagyon érett szőlőről van szó, az jelenti, hogy a tannin nagyon lágy, mert nagyon érett a tannin, az a, az, a, az az ére, az, amikor iszod egy, egy testes vörösbor, az, ami kiszárítja a szád, az a tannin. És akkor a primitívóban nagyon, lágy, na, nagyon lágy a tannin, szinte puha, mert annyira érett, és ilyen szinte ilyen szilva lekvár ízei vannak. Közben száraz, de nem csont száraz. Van, lehet, hogy van egy nagyon kevés maradék cukor, de attól még száraznak mondjuk, de van egy pár gram maradék cukor. És közben, ami nem veszik kizdre, nagyon-nagyon magas alkohollal, 15-15 és -15, fél, mert annyira éret a szőlő, hogy nagyon, cukor, nagyon sok cukor van benne, és a cukorból lesz az alkohol, Úgyhogy a primitívo nagyon szeretik itt van országon, mert ez egy ilyen, ugyanúgy, mint az írsai fehérbe, ez a vörös. Ez a, a, aki szerette régen a, a félédes fél vöröst, és már szégyeni magát, <laughs> akkor iszik primitívot, mert olyasmi édes kis lágyak, puha, nem, nem, nem húznak a tanninok, nem, nem bántóan savas. De közben van egy, 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 egy magyar réteg, aki nagyon-nagyon ért a borokhoz, és például iszik nagyon szikár, gyönyörűen komplex, de közben csontszáraz, száraz furmintokat, meg pesgőket, meg a magyarok nagyon szeretik a pesgőt például, de egyértelműen a rozé, a könnyebb fehér, meg, a, meg a, az a nagyon puha, primitívószerű malbec, ezeket nagyon-nagyon szeretik. Ugye ezért beszélni kell arról, hogy a borhoz az ember azért eszik, iszik, uh -huh. mert, mert nyilván ez a is azért előjön jobban. Ingen de hogy, hogy, mik azok az alapvetések, amiket azért jó az ember tud, tehát hogy melyik borhoz mit tegyünk, vagy mit ígyünk még hozzá. A bor az azért létezik, hogy az asztalon legyen. Azért hívjuk asztali bornak. Nem konyhaszekrényi bor, meg asztali bor, mert ott a helye. Az asztalnál, és mi van az asztalnál, jó társaság, barátok és ételek. Ezek együtt kellene mindig tapasztalni úgyhogy uh, apukám mindig mondta, hogy a, 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 legközelebbi állapot a Mennyországhoz, az jó barátok, jó étel is jó bor. Az a akkor vagy a legközelebben a Mennyországhoz. Illetve olyan, olyan dolgokra kell figyelni, uh, amire nem figyelünk sokszor, mindig a, a hús fajtát nagyon fi figyelnek az emberek, hogy fehér hús, vagy hal, vagy marha, stb de ami szerintem ugyanolyan fontos, talán fontosabb a szósz, illetve a köret. Adok egy példát. Például polipot esznek az emberek. Mondjuk nem egy, nem egy nagyon magyaros étel, de vagy mondjuk fehér halat, vagy lazacot, inkább lazac, ez egy gyakoribb. És akkor lehet olyat, hogy párolt lazac, krumplipürével, ugye? Vagy lehet rostonsült lazac, valami um, rózsaborsos, szószál és uh, szarvasgombás pürével. Úgyhogy a szósz és a szarvasgomba miatt ez már inkább egy vörösboros uh, párosítás lesz, egy, egy, egy fűszeres, könnyű, mert ez egy hal, de attól még vörösbor. Ha Magyarországon vagyunk egy kadarka, ha Franciaországban vagyunk esetleg egy gamé vagy egy pinot noir, ha Olaszországban vagyunk, akkor egy, egy lájtos szántjú rosszadi rosszul immoltál olyasmi. Ha a párod lazac akkor az egyértelműen egy fehérboros étel, valami testes, krémes textúrája, mint ahogy a, a párod lazac textúrája ez mint a, meg a krümpripürével. Akkor esetleg egy vionye, vagy egy pinogri, vagy egy magyar szürkebarát és jól menne hozzá, vagy esetleg egy valami egy, egy kis hordós uh, fehér. Szóval tényleg mindkét példába a lazac, meg a krumplipüré a főszerep, a főszereb, de nem mindegy, hogy szarvasgomba van benne, nem mindegy, hogy hogyan van elkészítve a lazac, és ugye a szósz. Úgyhogy azokat is figyelembe kell venni, mert azokat szerintem leginkább döntenek, hogy fehér vagy vörös, és ugye nem kell csak alképzelni, hogy fehér, csak egy fehér meg egy vörös van, van lightos vörös, van testes vörös, van közepes, van fűszeres, vagy gyümölcsös, stb. Ugyanúgy van a fehérbe, úgyhogy azért olyan jó a bor, mert annyira széles az a spektrum, de tényleg annyira széles. Nincs olyan más étel vagy ital, ami ugyanabból az alapanyagból készül, mint a bor százszerzelék szőlőből van. Nincs semmiben akkor is, ha azt mondjuk, hogy ez barackos, meg nektarin illat, meg boca, nincsen boca a borba, vagy nektarin, vagy nem egy bocca e, fá mellőli a szőlöt, hanem olyan illatokat, e, olyan illatai vannak a bornak, amit hasonlítanak egy bocahoz, vagy És akkor mivel akarunk magyarázni másik embereknek, hogy ez milyen ez a bor, akkor próbálunk olyan szavakat használni, amit lehet, hogy ő ismer. Lehet, hogy ő, ő biztos tudja, hogy a bocsának milyen illata van, bocsászörtnek, ha azt mondom, hogy ez bocsás, akkor nem az várja, hogy szó szerint százalé bocsá legyen, hanem olyasmi, virágos, könnyű. Úgyhogy, igen. Neked melyik a kedvez borod? Mindig változik. Mostanában nagyon szeretem a champagne -t úgyhogy de a, 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 a franciaországi champagne, champagne, ugye, mert csak akkor lehet champagne hívni, ha champagne vidékről van. Mm. Sokáig uh, hallottam, hogy a sommelier kedvence mindig a champagne, de nekem nem is lett régen a champagne. Mondom, ez, 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 ez tuti valami marketingfogás, tuti kapnak pénzt azért, hogy mondjak, hogy champagne mert nekem uh, akkor nagyon ízlett a Nebiolo szőlőfajta szülőfajta, észak-olaszországról, meg a kiánti, azokkal voltak a kedvenc boraim. Utána a rajnai rizling volt a kedvenc borom sokáig. Nagyon-nagyon szeretem a rajnai rizlinget, Németországról, Magyarországról, Ausztriáról, Ausztráliáról, de utána annyit, annyi sokat kóstoltam a rajnai rizling, és utána Értettem, hogy mi a lényege a sámpánynak az a lényege, hogy komplex legyen, de mindig legyen könnyen iható, mert az az első bor, amit fo fogyasztod a nap, vagy a, a, az este folyamán. Úgyhogy, hogyha ez egy testes, nehéz, e, szuperintenzív íz, ízvilágú, akkor el, 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 elfárad az ízlésed, és már nem fogsz kérni sok étel, meg sok bort. Úgy, és a magyarok közül? magyarok közül szerintem a száraz tokaj, Uh -huh. Száraz az, amit legjobban szeretem. Nagyon szeretem a kéknyelőt is, bár a kéknyelőbe nagyon, nagyon kell megtalálni azt a termelőt, amit, azt a stílusot csinál, amit szeretsz, de én szeretem a kéknyelőt. Illetve a magyar rajnai rizling is, főleg Badacsony, badacsonyi, vagy panonhalmi, azok kettő, kettő jó rajna rizling. És melyik a kedvenc borvidéket Magyarországon? Amiben a leg, ami egyértelműen a legjobb uh, potencia van minden szempontból, az, hogy nemzetközileg híres legyen, meg tényleg ad a legmagasabb minőségű borokat, az egyértelműen Tokaj számomra. De ha azon túl akarok menni, szóval hogyha nem csak uh, Tokaj, akkor szerintem az a jó bor, amelynek személyisége van, amit, amiről azt tudod mondani, hogy ez innen jön és azért is a somló nagyon-nagyon egyedi. Mert a kapod egy somlói bort, mondjuk vakon vagy nem vakon, akkor ízrevesztheted a somlói, mert egyértelműen vulkanikus, ásványos, sós, fantasztikus, olyasmi, mint egy termál, termál víz, ilyen, ilyen enyhén sós, enyhén e, puskaporos e, somló. Meg, a, meg én nagyon szeretem a kék frankost, akkor is, ha ezer egy árca van a kék frankosnak, mert e, van testes, van könnyű, van közepes, van házasítás, de szerintem a, a, a Soproni kék frankos fantasztikus. A versenyen melyik volt a kedvenced? Te kaptál olyan volt, nem a kedvenced volt? Tehát hogy rögtön azt mondtad, hogy hú, ez igen, ez, ez tudom, hogy tud Az hogy az nyezet. igazság, hogy ilyen környezetbe, amikor vizsgád van, mondjuk boros vizsgád van, vagy versenyt, nem szokott eszembe lenni az, hogy uff, uh, szeretem. Hanem mindig inkább próbálom a legobjektívan figyelni, hogy ez mi. Annak kellene, hogy ízlik, vagy nem. Mert akkor is tudnom kell, hogy ez micsoda, hogy ez honnan jön, hogy ez az Új-Zelandról jön, vagy vagy Bocsát, ilyenkor el kell mondani az összes kis mérvét a bornak. Tehát igen, hogy honnan jön, milyen izvilek. Milyen szőlőfajta. Igen. Általánosságban kérnek egy, egy teljes elemzés, az jelenti, hogy leírod szóba, hogy uh, milyen a színe, milyen az illata, milyen illatai vannak, van-e hordó, uh, milyen ízvilágai vannak, mennyire, milyen, milyen uh, uh, mennyiségű sav, alkohol, tannin, ha vörös, uh, milyen a teste, a komplexitása, a hosszúsága, a lecsengi, stb. És azok alapján uh, csinálsz egy, uh, egy, nem okos, hanem egy, egy egy szakmai véleményt, úgymond, ez nem, egy, nem találod ki, hanem minden egyes dolog, amit mondtál, savmennyiség, illatok, lecsengés, alkohol, illatoknak il, az érettsége, mert, mert nem, mindegy, nem mindegy ha azt mondod egy vörös bornak, hogy ez ennek eper, eper illata van, ez, az nem elég, hanem mondani kell, hogy ez egy Eper befőtt, vagy ez egy eper lekvár vagy ez egy éretlen samocza, mert ott van a különbség. Akkor tudod észrevenni, hogy ez egy, ha egy nagyon éret, illatú, vagy nagyon samoczás, ilyen három éves lekuár eper lequár illata van, akkor ez egy éret, idősebb, melegebb éghajlatról származó bor. Ha ez egy éretlen szamocás, kicsit ilyen, igen, ilyen, 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 ilyen ropogós eper, szerű, akkor ez egy hidegebb éghajlatról fog származni, és akkor azok alapján tudod dönteni, hogy milyen éghajlatú, ez óvilági vagy újvilági, szóval ez egy európai stílus, vagy ez egy újvilági stílus, inkább a gyümölcsök dominálnak, akkor ez egy újvilági, inkább a nem gyümölcsös illatok, például virágok, mineralitás, stb., akkor ez inkább európai lesz, és a sav alapján, amiatt, hogy a tanin magas, a sav magas, az alkohol magas, plusz a lájtos szín, ez egy nebiolo, mondjuk. Uh -huh. De ez, egy, ez, nem egy kitalálás, hanem ez egy, mint egy Sherlock Holmes lennél. Minden egy kis tip, és a végén összeszedtél, hogy mi lehetne. Jó, tehát akkor nem az van, hogy kapsz egy bort, ugye a kóstolás, ilyenkor nem tudod, hogy mi ez, csak egyszerűen meg kell kóstolni. Feltételezem, hogy illat, igen. Így jár össze. És akkor nem azt kell mondani, hogy ja, ez akkor egy olasz rizling, hanem itt egyszerűen a tulajdonságokat kell felsorolni a bortól. Attól függ, ugye egy verseny más, mint egy vizsga. Egy uh -huh. vizsgán le kell mondani az összes dolgot. Egy verseny attól függ, hogy milyen a feladat. Volt egy olyan feladat, hogy van három percet, hogy ezt a négy bort felismert. Nem egy kell leírni, hanem csak ismert fel, hogy ez a négy bor honnan van három perc alatt. Azt jelenti, hogy kevesebb, mint egy percet van, hogy illatolt, kóstolt, végig gondolj, hogy ez egy Ausztrál reasoning, a második egy sárdoné usáról, és stb, stb. Tehát akkor a világ összes tájáról Összes, volna, igen, a ami klasszikus. A, 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 azt hívjuk klasszikusnak, aminek van e, történelme, úgymond, ami már sok-sok éve készít olyan stílusú bor, olyan szörőfajtával, olyan ízvilágú ami fegle fel lehet is menni. Nem, például nem egy klasszikus bor, egy merló Toszkánából. Mert hogyha merló, akkor inkább Bordóból, vagy Csillé, vagy és akkor olyan borok kellenek, hogy legyenek egy, vak, egy, egy igazi vakkostolásban. Ami klasszikus párosítás, szőlőfajta borvidék és ország. Uh -huh. És akkor így fer, úgymond. Mert nem nagyon nem lenne fel, ha egy nemzetközi vizsgán kapna egy etyeki Sauvignon Blanc, egy svéd ember. Honnan tudna, hogy etyeki? Vagy érted? Nincsen összefüggésbe a Sauvignon Blanc etyekkel a nemzetközi borvilágba, úgyhogy öm, nehéz feladata van, aki összeszedi a borokat, mert neki nagyon, nagyon sokat kell tudnia, hogy mi az, ami klasszikusnak számít. Tehát jellemző, az adott vidékre jellemző. Igen, bort. mert hogy mindig van egy olyan termelő, ami egy kicsit vad, ami egy kicsit olyan borokat csinál, ami nagyon finomak, de nem jellemzőek a borvidéknél. És hogyha pont egy olyan, egy olyat választasz, akkor a, a versenyző vagy a diák nem fogja tudni felismerni, és nem az ő hibája lesz, hanem mert a bor nem úgy lett elkészítve. Úgyhogy ugyanannyi felismerés jár annak, aki felismeri, és annak, aki kitalálta, hogy ezt, ezt kóstol meg. Mindkettő nagyon nehéz dolog. Igen, de a versenyen nem csak ez volt a feladat, hogy van nem. volt. Nem. A versenyek úgy néznek ki, hogy van egy elméleti vizsga, egy írásbeli vizsga, abban van minden a nem, csak a borok hanem vizek, teák, kávék, párlatok, likörök, megkérdezik, hogy honnan van a Tia Maria, meg a kaluás és akkor tudnod kell, hogy mexikói kávéli kör, stb. stb. Utána van egy vakkostolás, írásbeli, és mindig szokott lenni plusz feladat, ez lehet egy térkép, amit, amit tölteni kell, stb. Az alapján volt az elődöntő, utána a vagy a negyed döntő, utána elő, el, elődöntőbe kell eh, hibás borlapjavítás, eh, adnak egy borlapot, amihol, ahol rengeteg hiba van, vagy tíz hiba van, és akkor ízre kell venned, hogy ez a dűlő, nem ez a termelő csinálja, nem ott van, az az évjárat még nincsen kint a piacon, mert egy Grand Reserva 18-as nem lehet Grand Reserva, meg Grand Reserva minimum 5 év, stb. 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 Eh, van szerviz, service és dekantálás, ugye vörösbor dekantálás, mindig étel, bor, pár, étel és bor párosítást, meg különböző ilyen meglepetési feladatok is szoktak lenni. Úgyhogy ez egy igen összetett dolog, amiben sok különböző dolgokon jól kell teljesíteni. Úgyhogy, és meddig tart egy ilyen verseny? Egész napos szokott lenni, amikor sokan vagyunk, so sokan vannak a versenyződ, akkor két napos, mert az egyik napon kell, hogy legyen a negyed döntő, vagy a kvalifikáció is, akkor másnap. De most ez alkalom um, hétfői napon volt az egyik, egész napos is, vasárnapi napon volt a másik, az is egész napos. Oké, okay, és mivel jár ez a vers? Tehát, hogyha most megnyerted mind a kettőt, akkor, akkor mi volt a díj? A Szomáliai Klub által szervezett versenyen ők az ASI, a Nemzetközi Szomáliai association nak a, a képviselők itt Magyarországon, úgyhogy az a nyeremény, hogy képviselhetem Magyarországon jövő héten Belgrádba a legjobb Balkán Szomáliai versenyen, ahol 14 különböző Balkán is szomszéd, mint Magyarország országokból mennek a legjobb uh, um, október 20-át írunk, tehát Igen. ez, mert ha hallgató később fogja meghallgatni, akkor tudja, tehát október 20-án Igen, a 27, 28, 29 lesz uh, Belgrádba a legjobb balkán szomélia verseny. Uh, úgyhogy ez volt a fő nyeremény, úgymond, hogy oda mehetsz. Um, illetve különböző borok, magnum borok, szóval dupla, dupla um, palack dekanterek, meg főleg a titulus az a, leg, a legfontos. A Magyar Szomélyi Szövetség versenyen pedig a titulus, ami nagyon fontos, a Magyar Szomélyi Bajnok, illetve Borok könyv is dekanter. De ott Magyar Szomélyi Szövetsége nincsen összefüggése, ahogy ameddig tudom, nemzetközi Szomélyi Association-okkal, úgyhogy nem küldenek nemzetközi verseny, hanem csak a Szomélyi Klub Küld nemzetközi versenyen. Hát igen. akkor ez az a következő megmérettetés. Így van. Most Hányan a... indultak, azt tudod tudsz valamit a belgári Igen, van, ami szerintem közel 30 ember, közel 30 ember 14 országból. Ennyit tudok, ennyit tudok. E, ugye balkán is kell, e, arról sokat tanultam, hogy bolgár, meg montenegroi, meg szerb, ami annyira nem gyakori észak macedon stb. Úgyhogy um, valószínűleg az lesz, az, az is lesz ott a versenyen. Úgyhogy izgalmas, és februárban van a, a világ legjobb szomáliai verseny, ami né, né, négy évente van, ez Párizsban lesz, e, és ha minden jól megy, akkor oda is megyek én, Magyarország képviseletében. Februárban, ha minden jól megy, ha minden igaz. Úgyhogy um, az, az egy hatalmas, nagy eh, dolog lesz. Úgyhogy igen. Nagyon szépen köszönöm. Én Nagyon-nagyon köszönöm. sok sikert kívánok. Köszönöm De szépen. Azt gondolom a hallgatók is nyilván. Köszönöm És a terveidhez is sok sikert a borászati szakma, illetve a, a szomeli szakma felvirágoztatásához is. Köszönöm szépen. Én is. Ez volt a Maga itt, a Szót Kérek magazin podcastja, Metszedinát hallottátok. Várunk vissza benneteket a következő adásokra is, aminek időpontját és leírását, valamint az előző adásokat a szótkérek.hu oldalon megtaláljátok. Sziasztok!